Az idén EB-t nyert, majd a VB-n hatodik lett az olimpiai bajnok kardozó Szilágyi Áron, aki a riói célegyenesnek egy edzőváltással vág neki. Somlai Béla után a több külföldi szakvezetői feladatot elvégző korábbi EB ezüstérmes vívó Decsi András lett a mestere. Az új páros pedig már is itt van nálunk. Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Áron, kezdjük ott, hogy miért volt szükséged az edzőváltásra? Somlai Béla mesterrel 7 éven keresztül dolgoztunk együtt, szép sikereket értünk el, amire én nagyon pozitívan tekintek vissza, ugyanakkor ezen a tavaszon, olyan április környékén éreztem, azt először fogalmazódott meg bennem, hogy valami újat szeretnék, valami többet szeretnék kihozni a vívásomból, frissíteni szeretném az akciókészletet, a felkészülésbe nagyobb beleszólást szeretnék, nagyobb teret szeretnék magamnak, és úgy éreztem, hogy ebben nem hangolódtunk össze Béla bácsival, és nem tudtuk megtalálni azt a közös nevezőt, amin ezen az úton el tudtunk indulni. Igazából a... Bocsás, meg ilyenkor ezt leültök és megbeszélitek, és aztán kiderül, hogy egy ilyen beszélgetésből is kiderül, hát, hogy nem most ez egy kicsit elfáradt, vagy pedig az ember beszélgetés nélkül meghozza a döntést. Mert ha már így érzi, akkor legfeljebb másról érdemes beszélgetni, hogy milyen jó volt az elmúlt 7 év. Mi leginkább a páston kommunikáltunk Béla bácsival. Volt ugyan áprilisban egy hosszabb beszélgetésünk erről, de abból nem sokat profitáltunk, és igazából a páston derült az ki, hogy nem tudunk közösen megújulni, hogy nem tudunk olyan új dolgokat belevinni az iskolázásba, vagy az asszókba, vagy a vívó jellegű feladatokba, ami kicsit feldobná a felkészülést, ami kicsit jobb érzést kölcsönözne nekem, és a világbajnoksága közvetlen felkészülés idejére már tudtam igazából, hogy váltani fogok, annak ellenére, hogy előtte Európa-bajnok lettem. Nem az eredmények vagy az eredménytelenség vezetett ide, hanem inkább a maga a kapcsolatnak a megbomlása. Ja, világos, de akkor ez egy emberséges, tiszteletteljes elválás volt, hogy így mondjam. Annyira, hogy mivel Béla bácsi maradt a férfi kardválogatott felelős edzője, keretedzője, ezért a továbbiakban is fogunk vele együtt dolgozni, ő irányítja a csapatnak a felkészülését, Andris pedig az egyéni felkészülésemben azt fogja irányítani, arra kértem fel, hogy abban segítsen, és tulajdonképpen ezért kezdjünk most el közösen dolgozni. Most András, te kívülről mennyit láttál Áronból az utóbbi időben? Hát én igazából, ahogy amikor a pályafutását így elkezdte nemzetközi szinten, én azóta ott voltam általában azokon a világversenyeken, ha nem is magyar színekbe, de hát a külföldi csapatokat, akiket vezettem. Úgyhogy volt szerencsém végigkövetni Áronnak már a 2007-es Szentpétervári világbajnokságon nyújtott kiváló teljesítményét a csapatban, illetve hát folyamatosan az alatt az időszak alatt, amíg ő ezért a klasszis versenyzővé érett. Tehát ott voltam, láttam őt igazából végig. Sőt, hát volt lehetőségünk nekem mind a hongkongi, mind a szingapúri csapattal részt venni Magyarországon edzőtáborokba, és így az edzés munkájába is kaptam némi betekintést az idők folyamán. Na és mindezek alapján hogyan találtatok egymásra? Tehát ugye Áronhoz is szól a kérdés, de igazából mindkettőtökhöz. Szóval miért pont Andris, és miért jött össze ez a páros? Hogyan? Szerettem volna egy olyan edzővel dolgozni, aki fiatalos, meg tud újulni, tud nekem újat mutatni. Ugyanakkor benne van annyira a szakmában, hogy ismeri a mezőnyt, hogy dolgozott már válogatottal, és mindenek előtt magyar. Úgyhogy nem sokan maradtak, hogyha így leszűkítettem. A magyar az fontos volt ezek szerint. Természetesen, mivel az én egész vívásom a magyar technikára épül, a legtöbb versenyen, világkupákon, EB-n, VB-n, olimpián a magyar válogatottat képviselem, ezért az nem volt kérdés, hogy magyar szakembert választok. Na most hát egy olimpiai bajnokot nem tudom egyébként mennyire lenne szokás visszautasítani, de igazából amikor elvállaltad, akkor mit láttál ebben a feladványban igazán izgalmasnak, ugyanakkor nehéznek? Abszolút, ez egy nagyon megtisztelő felkérés volt, amikor Áron megkeresett ezzel a dologgal kapcsolatban, de igazából nekem mindig is hosszabb távon az volt a tervem, illetve az álmom, hogy egy napon visszatérek Magyarországra, és a magyar vívásért
tudjak dolgozni, vagy tudjak tenni. Most ez amellett, hogy ugye egy világklasszis vívó felkészülésében segítkezhetek, az, hogy mindemellett ugye a magyar vívásba, vagy magyar vívásért folytatott munkába is bekapcsolódhatok, ez egy külön pozitívum volt. Ugyanakkor az, hogy egy olyan szakemberrel dolgozol együtt, akinek megvannak ezek a külföldi, nevezetesen ázsiai tapasztalatai, ez jelente valamilyen töbletet, jelente szemléletben, bármiben fontos elemet? Tulajdonképpen igen, mint a reformkorban, amikor mentek a nagyjaink és tanultak Nyugat-Európába vagy Amerikába. Most Nagy Péter is hajóács volt, hogyha most, igen, más most országokat is megnézünk. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy a Vívó Szövetség és kifejezetten Csampa Zsolt elnök úr segítségével sikerült egy magyar szakembert hazahozni, aki világot látott, és ezekkel a tapasztalatokkal tudja bővíteni a mi tudásunkat, a mi látóterünket. Ez szerintem egy fantasztikus dolog, és biztos vagyok benne, hogy már ezen a héten megkezdjük a munkát, fogok csomó új dolgot tanulni Andristól. Hát gondolom, sok új dolgot szeretnél te is tanítani. Mi kell az, hogy gyorsan egy hullámhosszra kerüljetek? Mert azért, hogyha azt nézzük, hogy jövőre olimpia van, eléggé az időszorításában kell dolgozni. Igen, ezért is próbáltam minél hamarabb visszatérni, miután ezt a felkérést megkaptam, és átbeszéltük az elképzeléseket Áronnal. Úgyhogy ott, hál' Istennek, ott a szingapúri szövetség ebben eléggé partner volt, úgyhogy végül is egy ilyen viszonylag rövid periódus után, ugye a tegnap előtti nap folyamán, igen, hazatértem. Ugye október elején, október 9-én már világkupa verseny van, úgyhogy most az elkövetkezendő hetekben jönnek el azok a edzések, illetve hát azok a közös pillanatok, ami alapján megpróbálunk minél gyorsabban összecsiszolódni. Na most, András, azt mondd még, hogy te edzőként milyen hagyományokra, a magyar hagyományon belül, tradíción belül, milyen előképekre, milyen mintákra, akár példaképekre fogsz támaszkodni edzőként? Ugye az én családomnak komoly kötődései vannak a víváshoz. Igen. Ugye édesapám Decsi István mesteredző, aki az én mesterem volt, illetve jelenleg Tamás öcsémet, aki Áron csapattársa a mai magyar kardió válogatottban edzi, illetve hát igazából a feleségem, aki egy kínai hölgy, ő is egyébként kínai kardvívó válogatott tagja volt. Szóval igazából én is abszolút a klasszikus magyar iskolát képviselem, és azokat, amit Áron megemlített, tehát az elmúlt 10 év ázsiai tapasztalatait, a különböző válogatottak munkájába való bepillantást, illetve az ott leszűrt tanulságokat próbáljuk majd beépíteni a Áron vívásába is, amiből remélhetőleg profitálni fog majd a páston. Az, amikor azt mondjuk, hogy ázsiai tapasztalatok, hogyha a párbajtőrözőkkel beszélgetünk, akkor az elég gyakran előkerül az a fajta dinamizmus, gyorsaság, egészen másfajta vívás. Hogyha a kardra fordítjuk ezt, akkor itt mi a legfontosabb, valami hasonló? Tulajdonképpen ugyanúgy. Szerintem ez az összes fegyver nemre igaz, hogy egyrészt az ázsiai vívók, beszélhetünk itt kínai, hongkongi, szingapúri, dél-kórai vívókról, teljesen más izomzattal rendelkeznek, teljesen más gondolatok mentén, teljesen más taktikával vívnak, a felkészülésük is biztosan ehhez alkalmazkodik, úgyhogy Andris sok mindent látott, és ezeket a tapasztalatokat jó lesz átültetni, annak ellenére, hogy leginkább nem az a célunk szerintem, hogy átvegyük az ázsiai módszert, hanem hogy az ellen kitaláljunk valamit. Én a dél-koreai vívókat meg akarom verni, ők nekem ellenfeleim, ráadásul ketten is megelőznek a világmagistán, úgyhogy én harmadik vagyok, úgyhogy fel kell venni velük a versenyt. Megvan a fejedben a recept? Természetesen vannak elképzelések, amiről majd beszélni fogunk, és vannak olyan elemek, amiket majd be tudunk gyakorolni.
Én azt hiszem, hogy ez az elkövetkezendő néhány hét, néhány hónap fogja megmutatni azt, hogy remélhetőleg tudok segíteni Áronnak ezekben a dél-koreaiak menedzselésében. Világos. Legyőzni őket. Ez a szövetség Rióért és Rióig köttetett? Igazából ez azért van kimondva, mert a következő nagy cél, a következő távlat az Rióig tart. Az olimpia lesz a következő időszaknak a legfontosabb versenye. Ugyanakkor én ennél hosszabb távban gondolkodom. Jövőre is csak 26 éves leszek, és szeretném még a vívást, ameddig tudom élsportszerűen űzni, úgyhogy bízom abban, hogy ezt majd az olimpia után is tovább tudjuk vinni, ezt a közös munkát, de egyelőre Rióra koncentrálunk. Hát akkor én jó összecsiszolódást kívánok nektek, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük.